említetted, hogy Joyce állandóan tovább írt a szöveget, és már a nyomdai levonatokra is írt. Szeretném, hogy megmutatnád, hogyha itt van melletted a te Gábor-féle példányodat. Igen, megmutatom szerintem, hogy gyönyörű. Ez a gerinc. Tehát valahogy így képzelem a Joyce-ét is. Szerintem fantasztikus, ez annyira szép. Umberto Eco-val értek mindig egyet, aki azt mondja, hogy a könyveket használni kell, és tele kell írni, és jegyzetelni, és szamárfülezni, és hogy ez nem a könyvnek a meggyalázása, és azt mondom, hogy Umberto Eco örömében elsőne magát, hogyha látná ezt a Joyce-ot maga is Joyce-tanyból lévén. Ez mindig eljegyzékenyül, amikor erre a könyvet elnézek, egyébként egyik legszebb könyv, amit valaha láttam, ezt teljesen komolyan mondom. De egyébként már csak azt követte, azt már szétolvastam, és utána jött ez. Tehát ugye arról szó tegyettünk, hogy nem csak azért nehéz Joyce-t fordítani, mert hogy nincsen egy konkluzív text, konkluzív szöveg, viszont elkövető még egyéb merényleteket is az olvasó és a fordító ellen, mint például nagyon kísérletező kedvű szerző, ami olvasóként hatalmas élmény, viszont fordítóként gondolom, nem mindig tűnik ez így. Például nagyon szeretővel regiszterekkel, illetve a regiszterváltásokkal kísérletezni. Igen, az így van, és egyébként megint az első jelenetben is rögtön, ahogy kezdődik angolul, stately, plump, maligen. A stately és a plump, az már kapásban nem ugyanaz a regiszter. Ez a fordításban nem látszik annyira, mert ezek egymás mellett vannak, a fordításban az eltűnik, ezt szét kellett őket lökni. Szertartáshoz a lépett föl a gömbölyedet, maligen, tehát hogy ott ez így nem jön. De folyamatosan, hogy Bob Mulligan játszik, hogy mint egy prédikátor, mint egy katonatiszt, össze-vissza a regiszterek között vált, a különböző szerepek között vált, és ez ilyen, Mulligan figurája olyan, mint a Joyce szövege, tehát így folyamatosan vált. És ez erre, most már akkor azt hiszem, nagyon itt az ideje, hogy tényleg átengedjük egy kicsit a színészeknek is a terepet. Erre például szeretném mutatni egy példát a 13. Nausicaa fejezetből, ahol a Gertie McDowell nevű lányt látjuk, ő ül a tengerparton, és Bloom, Leopold Bloom a konyodik, már este van, vagy esetleg még négy, de már majdnem, és ugye a szürkületben nézik egymást messziről. Közben pedig tűzijátékot lehet látni az égen, és akikkel Gertie lement a partra, azok így nézitek, teljesen izgalomba jönnek, a Gertie viszont látja, hogy Bloom őt nézi, és Gertie is nézi, és ők egymásra szegezik tekintetüket, és a tűzijáték számukra valami más értelemmel ruházódik fel. Ezt a részletet fogjuk látni.